Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, 10+1 bizonyítékot hoztam a kormány ukrajnai háborúban való részvételére, mert rendkívül álságos az a kormányzat, amely látszólag a szavak szintjén a békepártyán és hazánk függetlensége pártján áll, de valójában a tettek, azt kell, hogy mondjam, sajnos szokás szerint nem követik a szép szavakat. Első bizonyítékként a legnagyobb közfelháborodást az okozta, hogy még a fideszes szavazók körében is, hogy Finnország esetében a NATO bővítés nagykoalíciós megszavazására adták a fejüket minden időhúzás ellenére. Az oroszok provokálása a NATO bővítéssel Oroszország határán egy újabb lépés a harmadik világháború felé. Sajnos immár egyedüli pártként szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, hogy ezt ne tegyék meg Svédország esetében is, azonban csak idő kérdése, a kormány már többször egyértelművé tette álláspontját. Pedig a semleges zóna volna a nemzetközi érdek Oroszország határán, de sajnos a magyar kormány is beszállt ebbe a háborús őrületbe. A háború pártiságukra a második bizonyíték a gazdasági háború, a szankciók támogatása. Az oroszok elleni embargó így is felbecsülhetetlen károkat okozott a magyar gazdaságnak, főleg a mezőgazdaságnak. Most már a magyar érdek legyen végre az első. A magyarok döntöttek, 97% nem a szankciókra. Ugye emlékszünk még ezekre az óriás plakátokra, mert társadalmi célú hirdetések helyett folyamatosan csak kormánypropagandát folytatnak közpénzből. De ami talán ennél is nagyobb baj, hogy Orbán Viktor e kormánypropaganda ellenére mégis rendre támogatja azokat a szankciókat Brüsszelben. Tehát a szemfényvesztő kormánypropagandával szemben az amerikai érdekek asszisztálásához, kiszolgálásához Magyarország is hozzájárul sajnos. A NATO bővítés megszavazása után nem csoda, hogy hazánk is felkerült az Oroszországgal barátságtalan országok listájára. Ezt elmondtam külügyminiszter úr éves meghallgatásán is múlt héten a külügyi bizottságban, amire miniszter úr egy elszólással, tulajdonképpen beismeréssel válaszolt, hogy hát nem is akkor kerültünk föl az oroszokkal barátságtalan országok listájára, amikor megszavaztuk a határukon a NATO bővítést, egyfajta provokációként ugyebár, ezt már csak én teszem hozzá, hanem, ezt viszont a miniszter mondta, a külügyminiszter, hogy akkor kerültünk föl erre a listára, amikor az egyik szankciós csomagot megszavazta, értelemszerűen Magyarország is, éppen ezért kerültünk föl. Tehát rendre támogatja, legalábbis nem vétózza ugye Magyarország, amire lehetőség volna. Éppen ezért is abszolút és gátlástalan és álszent az, amit folytatnak ezek után kormánypropagandaként, miszerint a magyarok döntöttek, 97% nem a szankciókra. Csak önök nem szégyellik ennek ellenére is támogatni azokat. Aztán harmadik bizonyítékként, és talán a legfelháborítóbb, Ukrajna a magyar pénzügyi támogatása, melyet most már csak egyedül a Mi Hazánk mozgalom ellenez. A március 16-ai kormányhatározat szerint 74 milliárd forinttal támogatjuk az unión keresztül a magyar ellenes ukránokat, és az EU-n keresztül folyhat a vétóhelyet asszisztálásunkkal a lőszertámogatás is például. Szijjártó Péter e kritikámra válaszol, ugye, azt mondta a külügyi bizottságban, hogy itt hát humanitárius segítségnyújtásokról van szó. Hát ami egyrészt nem egészen igaz, nem csak arról van szó, amit azt most ismertetem is. Másrészt viszont amennyiben az ukrán állam működésének támogatásáról volna szó, az sem elfogadható egy háborús helyzetben, hiszen nyilvánvalóan egyszerű átcsoportosításokkal a működési költségekből már is lesznek háborús kiadások az ukrán költségvetésben. Éppen ezért nem tehermentesíthetjük az ukrán költségvetést akkor, amikor háborúban van. Ez nem a magyar semleges politika. Negyedik bizonyítékként a harckocsik működését biztosító üzemanyagot szeretném felhozni, hiszen az ukránok háborúját közvetlenül is támogatja ezzel Magyarország. Az ukrán olajfinomítókat és tárolókat régen megsemmisítették az oroszok. Azóta külföldről látják el Ukrajna hadseregét üzemanyaggal, jórészt magyar gázolajjal.
Az ötödik bizonyíték a Fidesz háború pártiságára, hogy idegen katonai felvonulási területté tették hazánkat a NATO harccsoportok beengedésével. Ugye az első kormány határozat szerint csak a Dunántúlra, most már végül egész Magyarország területére bevonulhattak. Magyarország függetlenségének feladása elfogadhatatlan. Idegen haderőknek nem volna helyük hazánkban, mert Magyarország a magyaroké. Ahogy az 1848-as március ifjak is követelték, mára sajnos csak a mi hazánk vallja. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket pedig vigyék el tőlünk. Hatodik pontként a háború pártiságukra bizonyíték, és egyben rendkívül álságos az a kormányzati propaganda, hogy a magyar-ukrán határt nem lépik át fegyverszállítmányok, hiszen valójában igenis mehetnek Magyarországon keresztül is fegyverszállítmányok Ukrajnába, Szlovákia és Románia közbeiktatásával rendkívül álszent a kormány. Sőt, hetedik pontként hadd ismertessem, hogy magyar felségjelzésű katonai szállítógép is visz fegyvereket Ukrajnának. Bizony a Pápán állomásozó NATO nehéz légiszállító ezred egyik magyar felségjelzésű C-17-es repülőgépéről van szó. A rakéták bepakolásáról ugyebár fénykép is megjelent a külföldi médiában. Nyolcadik pont. A balti légtér biztosítását is vállalták a magyar Gripenekkel, büszkén újságolták a honvédelem.hu-n, hogy például már konfliktusba is kerültek orosz vadászgépekkel, erről is büszkén tájékoztatják a közvéleményt. Sőt, kilencedik pont, a Gripenekkel, a magyar Gripenekkel Szlovákia légterének védelmét is vállalták, hogy közben ők Ukrajnának adhassák a saját MiG-29-eseiket. Hát mi ez, hogyha nem a háború közvetett támogatása? A tizedik pont pedig a kormány sajnálatos háború pártiságára az ukrán háború ügyében, amit a magyar kormány eltitkolt, és a szlovák védelmi minisztertől kellett megtudjunk, hogy ukrán katonákat, úgynevezett egészségügyi szakembereket is képeznek ki Magyarországon, tehát ukrán katonák kiképzésében vesz részt Magyarországon. A részleteket azonban hiába tudakoltam többször is, írásban is, írásbeli kérdésben is honvédelmi miniszter úrtól. Hány ukrán katonát képeznek ki Magyarországon? Titkos. Jelenleg hány ukrán katona van hazánkban egy célból? 30 évre titkosítva. Hol folyt és jelenleg hol folyik ilyen kiképzés? Hát nincs itt semmi látnivaló. Vagy mennyibe kerül a kiképzésük? Hát elveszítette közpénz jellegét. Tehát hasonló érveléseket, okfejtéseket, titkosításokat láthatunk a kérdéseink kapcsán, amikor titkosítanak mindent. Sőt, hát a Magyar Honvédség parancsnoka szintén titokban látogatta meg az ukrán vezérkart korábban. Erről is csak utólag ukrán híradásból értesülhettünk. Az ukrán fegyveres erők vezetője akkor úgy nyilatkozott a háborúban, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének a szintjével. Hát most már kezdjük érteni, hogy miért. És álljon itt egy plusz, egy 10 plusz 1-es ígéret, vagy bizonyíték arra, hogy a kormány háború párti. Még egy mód, miként támogatja a magyar kormány az ukránok háborúját, hát diplomáciai hadviselést folytat, hiszen emlékszünk, hogy itt az országgyűlésben még az úgynevezett békepárti nyilatkozatban, határozatban is csak egyoldalúan Oroszországot ítélték el. A magyar kormány kiáll Ukrajna területi integritása mellett. Hát nagyon unjuk már ezt is, hiszen a NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de hát Ukrajna nem NATO tag. A mi hazánk ellenzi a magyar nemzetrésszel szemben elnyomó politikát folytató soviniszta Ukrajna gazdasági, katonai és politikai támogatását is. Ukrajna területi integritásának hajtogatása helyett a magyar kormány inkább azt kéne megakadályozza, hogy a túszul ejtett, és látjuk, hogy milyen nyilatkozatokra is kényszerített kárpátaljai magyarságot golyófogónak használják. Ez nem a mi háborunk. Szögezzük hát le, nem állunk ki Ukrajna területi integritása mellett. Tisztelt Országgyűlés, Magyarország számára a legfőbb biztonsági kihívás 2014-2015 óta
a soviniszta Ukrajna jelenti, amely az elmúlt évek során egyre inkább korlátozta a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget. Az elmúlt néhány év során számos verbális fenyegetés érte Magyarországot ukrán oldalról, sőt, két-három évvel ezelőtt Magyarországot Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták, tehát még Fehér Oroszországot is megelőzte az ukrán besorolásban Magyarország az ellenségek listáján. És ez az az ország, amit önök támogatnak az előbb említett 10+1 pontban, köztük pénzzel, nyíltan, milliárdokkal, 10 milliárdokkal, és ezt tervezik folytatni, ami ellen egyelőre sajnos csak a Mi Hazánk mozgalom, de egyre nagyobb társadalmi réteg is tiltakozik. Ez azt gondolom, hogy nem lesz tartható. Ami pedig a biztonsági kockázatot illeti, sajnos a magyar fegyveres erők gyengesége könnyű célponttá teszi hazánkat. Ezért is kellene a Mi Hazánk mozgalom szerint, hogy katonáink ne a világ másik távoli részein, hanem gyorsan, mozgósíthatóan hazánk biztonságát segítsék. Inkább itthon állomásozzanak és gyakorlatozzanak a honvédjeink Irak, Csád vagy az izraeli határ helyett. Tisztelt Országgyűlés, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. Köszönöm a figyelmet és a szót az 1848-as pesztisászok nevében is.